Köszöntöm kedves nézőinket! A mai napon rendhagyó módon nem a vízpartról jelentkezünk, hanem minden év elejét ugye úgy kezdjük, hogy bemutatjuk az idei újdonságainkat. Az idén sincsen másképp, nagy örömömre szolgál bemutatni a Team Armix 2013-as újdonságait, és nem mellékesen ezt, ahogy kibontok egy zacskót mondjuk, ugye úgy ben fogom mutatni, illetve van egy kis akvárium, ahol még a vízben való működését is meg tudom mutatni. Gyakorta teszik fel nekem a kérdést, hogy minek is ennyiféle csali, illetve etetőanyag. Most erre az a válasz, hogy nagyon sok olyan igény van ugye az újdonságokra, akár vízfelületre, akár haltípusra, akár hogyha a modern horgászatot nézzük, ugye fejlődik a féderes horgászat, fejlődik a bojlis horgászat, és ezeknek az igényeknek megfelelni. Emellett pedig ugye külföldi partnereink, csapataink, testcsapataink, akik nyerik sorra a versenyeket, illetve egyéniben is szenzációs eredményeket érnek el a magyar bajnokságokon, illetve nemzetközi porondon, az ő igényeiknek megfelelően készítjük ugye az etetőanyagokat, és ez azt eredményezi, hogy már több mint 150 féle etetőanyag van a termékpalettánkban. Ezt a sok száz terméket az idei évben sincsen másképp, mint egy katalógus formájában ugye megjelentetjük, illetve hát online-ban, akár egyesével is ugye megtekinthetik ezeket a termékeket, de ugye a nagy kereskedőink, vásárlóink, akik szinte kézben szeretik tartani a termékeket, azok ugye a katalógusban pontról pontra, termékről termékre ugye megtalálják a kedvenc márkákat, illetve hát a legkeresettebb termékeinket, amikben ugye kezdődik az etetőanyagoktól, hiszen ez a fő profilunk, és akkor megyünk egészen hátra az adalékokig, a csalikig. Ne is szaporítsuk tovább a szót, kezdjük is az Elite szériának a bemutatásával, hiszen évek óta a toplistás termékünk ugye az Elite Carp etetőanyag, és elköré építettük fel ugye a többi keverékünket dévéres, illetve folyóvízi formában. Ami rég dédelgetett álmunk volt az Elite széria etetőanyagnál, hogy többféle kategóriát építsünk ki ebben a termékcsoportban, és hát hogy a jól megszokott arany-barna Elite tasakból most zöldes, ami a féderes kategóriát jelöli, illetve egy kék arany változatot, ami ugye a dévéres kategóriát jelöli majd, és ami még ennek az újfajta zacskónak ugye nagy előnye, ami szintén egy régi álmunk volt, hogy a hátulja az teljesen átlátszó, úgyhogy mindenki látja, hogy éppen milyen terméket vásárol, már így a zacskóban lehet látni, hogy akár milyen beltartalom jellemzi ezeket az Elite etetőanyagokat. Ahogy említettem, ugye évek óta top termékünk az Elite Carp etetőanyag, és az idei 2013-as évet azzal kezdtük, hogy nem csak ugye a külsejét újítottuk meg ennek a kategóriának, hanem egy Carp léknevű etetőanyagot is tettünk ebbe a csoportba, ami annyiban különbözik a régi Elite Carptól, ami sok szép számos versenyt megért már, és rengeteg szép eredményt hozott a Team Armix teszt embereinek, illetve versenyzőinek, hogy piros színű, ez főként inkább az átmeneti tavaszi-őszi időszakra készült, illetve aromájában egy picit a gyümölcsös vonal felé mentünk el. Összetétele nem változott, tényleg a picit darabosabb szemcsés, akár a kendermag, látszik egy nagyobb szemű kukoricák, illetve a sok pörkölt olajos mag, ami aztán igazán attraktívvá teszi ezt az etetőanyagot. Egy kicsit a trendnek, illetve a féderes horgászoknak is kedvezve, ugye említettem már az Elite Féder kategóriát, ami teljesen átfogja ugye a féderezést a tavi pontyozástól, keszegezéstől egészen a folyóvízi horgászatig. Úgyhogy mindjárt kezdeném is a folyóvízi féderrel, ami látszik is itt a képen, hogy egy ilyen sötétes, barnás, sárgás színű etetőanyag, a féder horgászathoz jellemző apró szemcsés, szinte porszerű etetőanyag, ami ugye abban a pillanatban, hogy egy kicsit nedvesebbre is keverjük ezt az etetőanyagot, ez abban a pillanatban még mindig a gyorsan kioldódó etetőanyagok közé tartozik, úgyhogy a féderes horgászatnak ugye ez az egyik fontos eleme, hogy nagyon gyorsan, attraktívan végülis kijöjjön a kosárból az etetőanyag, illetve hát a halakat minél gyorsabban odavonza. Ezért jóval több aromát használtunk fel benne, és az új alapanyagokból még-még több került bele. Hát reméljük, hogy ez az etetőanyag a féderes horgászoknak az idei évben egyik sláger lesz. A következő négyféle etetőanyag ebből az Elite féderes szériából, hogy pontosabban mondjam, az mind a kettő inkább az állóvízi horgászoknak kedvez. Ebből ugye megint két részre oszlik a dolog, ugye van ami a pontyos rész, valami pedig ugye a keszeges vonal felé megy el. Kezdeném először a
pontyossal, amiből kétféle van ugye. Az egyik az egy sima natúrszínű etetőanyag, a másik pedig egy sárgás, jól felhőző etetőanyag keverék. Mind a két etetőanyag egy olyan mix végül is, amit inkább a nyári időszakban vagy felmelegedő vizekben szoktunk használni, ugye a világos színe miatt is inkább, amikor már egy kicsit algásabbak, kicsit piszkosabbak a vizek, akkor érdemes használni. Viszont aromája azt eredményezi, hogy ez egy általános etetőanyag, ugye most már nagyon könnyen kapható a különböző színezékek, és akár ugye a téli időszakban mondjuk egy sötéte, fekete változatot is könnyedén el tudunk belőle készíteni. Úgyhogy én reménykedem benne, hogy a féderes horgászok majd ezt a keveréket előszeretettel fogják alkalmazni, nem csak a hétköznapokban, hanem a versenyeken is, ugyanis állaga is, aromája, illetve az, ahogy a vízben viselkedik ez a keverék, az biztosan figyelemfelkeltő lesz a halak számára. Ez már csak egy megfelelő csalit, ugye meg hogyha versenyről beszélünk, akkor egy nagyon jó helyet kell húznunk, ami ugye kicsit előnyösebb a többi versenyzővel szemben, és akkor, ha már minden összeállt, akkor garantált a siker. A felvételen is nagyon jól látszik, hogy milyen gyorsan is oldódik ki ez az etetőanyag a kosárból, illetve az, hogy milyen felhőt képez, amikor mondjuk egy hal oda megy és mondjuk megütögeti a kosarat, vagy ugye maga az etetőanyag kupacot egy picit ugye arrébb lögdös, és az mindjárt egy olyan felhőt képez tényleg, ami ugye rendkívül mód ugye csalogató hatással van a halakra, és könnyebben veszik fel a csalinkat. A féderes kategóriában az utolsó csoport, ugye a dévéres tavi horgászathoz fejlesztettük ki ezt a két etetőanyagot, amit akár vízközti horgászatkor, akár pedig fenékhorgászatkor is alkalmazhatunk. Ez egyik az egy világosabb színű, a másik pedig egy sötétebb, általánosabb, ami úgy gondolom, hogy egy tavaszi, akár egy téli horgászatkor is megfelel. A másik viszont ugye egy világos, ami inkább a nyári felmelegedő vizekben alkalmas. Mindkét etetőanyag a fűszeres, illetve az édes vonalat foglalja magában. Aki megszagolja ezt, az azt fogja érezni, hogy olyan, mintha ilyen kis kekszet ropogtatna, de viszont benne van az a fűszeres, ánizsos, korianderes vonal is. Ha mondhatom így, a kék aranyszínű csoportba inkább azokat az etetőanyagokat tettük össze, amik a keszeges horgászatra alkalmasak, és gondolok ugye a bodorkára, a karikakeszegre és főként a dévérre. Ebben a kategóriában régi pluszos etetőanyagjaink vannak, szóval aki ismeri az etetőanyagjainkat és használta már, azok jó néhány hasonlóságot fognak észrevenni a két kategória között. Ez 2013-ban az megszűnt, és ebben az új formában fog majd kiteljesedni. Új alapanyagokat használtunk fel benne, amelyek ugye a mai modern horgászathoz megfelelnek, illetve ezek alapját képezik, és ezek az etetőanyagok pedig mind a versenyhorgászatban alkalmasak, hétköznap pedig egy szenzációs sikert lehet velük elérni. Végeztünk az Elite szériával, most áttérnék a hétköznapi horgászatokra, és abból is egy olyan kategóriára, ami mostanság ugye nagy divat lett, illetve a féderes horgászathoz kapcsolódik ugye ez a metód horgászat, és ahogy mondtam az elején is, ugye mindig az igényekből, illetve a tapasztalatokból táplálkozunk. Ez most azt mondom, az igények kategóriába sorolható. Egy újfajta külsővel rendelkezik, ugye ez a Method Mix-nek egy olcsóbb változata. Ugye a Female Mix termék katalógusában már létezik egy piros változat, ami egy extra verseny szériát foglal magában. Most pedig ez a zöldes, ezüst színű változat, ez pedig a hétköznapi horgászatokhoz ajánlott, mégpedig ez a Method fenekezős horgászathoz. Négyféle ízesítésben kerül forgalomban az idei évben. Az egyik a Method Mix zöld színű változata, ami Fish Betain névre hallgat, a piros a Fish gyümölcsös fruit változat, a sárga az a Fish Tiger Nuts Copex, illetve van egy barnás, ami pedig egy büdösebb változat, ugye ez a Fish Squid Octopus, ugye magyarul ez a polipos változata. Biztosan sokan tennék fel a kérdést, ha mondjuk egy kiállításon, mondjuk a vízparton találkozunk, hogy mitől is más ez a Method Mix széria, mondjuk egy sima alap vaníliástól, vagy esetleg egy halas epres etetőanyagtól. A lényeg, ugye mindegyiknek a nevénél említettem, hogy fish, ugye halliszt alapú az összes etetőanyag, és mellé olyan aromát tettünk bele,
ami ugye ezeknél a halas etetőanyagokkal szépen harmonizál. Na most ez furcsán hangzik, hogy szépen harmonizál, de ugye a bojlis horgászatban, illetve a féderes horgászatnál összefoglalóan talán úgy mondhatom, hogy nagy halas horgászatnál az a tapasztalat, hogy azok az etetőanyagok, illetve mixek működnek, amik halliszt alapúak, és valamilyen mondjuk tigris mogyoros, skopexes, vagy ugye ez a squid octopusos vonalat képezik. Úgyhogy mi ezeket tettük bele ebbe a négy etetőanyagba, és emellé még apró mikro, ilyen halibut mikropelletet tettünk bele. Úgyhogy ezáltal egy apró szemcsés etetőanyag van az acskóban, viszont ugye a pellettől, a kis angol morzsától viszont darabossá válik, így talán a kosárból, illetve az ólomról még egyszerűbben, könnyedébben válik le, még attraktívabb lesz ugye a vízben, talán előbb lesz kapásunk, mint mondjuk egy normál etetőanyaggal. Alapkategóriás termékeik közül a végére hagytam a szúnyoglárvás etetőanyagot. Évek óta keresik a mi termékeink között ezt a fajta aromájú keveréket, hiszen mindenféle hal szereti ugye a szúnyoglárvát, beszélhetünk itt akár dévérről, beszélhetünk akár ugye a pontyos horgászatról. A szúnyoglárvát azt az aprótól, a nagy halig minden szereti szinte. És éppen ezért egy piros színű, illetve szúnyoglárvás aromájú etetőanyagot készítettünk a hétköznapi horgászatokra. Az etetőanyagok után térjünk rá egy kicsit a kiegészítőkre, azon belül is most az uszokkal kezdeném. Látják, hogy egy nagyon széles kategóriájú, illetve hát széles palettájú uszó rengeteg van itt ugye a kezemben, ami áttöleli szinte az uszós horgászatnak minden részét, illetve minden fajtáját. Hát ezek közül is most a fix uszókat fogom bemutatni, amit kezdenék az egyszerű kis apróhalas, akár mondhatnánk úgy is, hogy gyerekuszóktól küszözni. Ebből van egy duci, illetve van egy ilyen pici kis hosszúkás. Ezt akár ugye szeles időben, illetve amikor egy picit fúj a szél, akkor szokták, vagy amikor egy kicsit mélyebb a víz, akkor szokták ugye a ducibb uszókat használni. Talán ami egy fontos része ugye az uszós horgászatnak az a rakósbotos pontyozás, vagy a spitzbottal is néha szoktak ugye pontyozni, ahhoz többféle uszót kínálunk. Ilyenkor beszélhetünk akár egy mélyebb vízi pontyozásról, illetve egy sekélyebb vízű tóról is, amikor rakósbottal mondjuk pontyozunk, vagy mondjuk nád szélébe. Ahhoz is találtunk megoldást idén, egy ilyen rövid, nagyon rövid uszót, és aminek átmerős a teteje, tényleg nem sérül meg az uszó. Ugye pontyos uszóknál nagyon nagy veszélynek van kitéve az uszó, hogy ugye vastag a zsinór, nagyon nagy erőt fejt ki a ponty, akkor ugye bevághatná könnyedén az uszótestet a zsinór, és ilyenkor az a megoldás, hogy végülis a zsinór átmegy a testen egy műanyag csövön, így nem teszünk kárt az uszónkban. Ebből ugye van a rövid, van egy picit hosszabb változat, illetve van az, amikor talán mondjuk áramlik egy picit a víz, akkor pedig egy hosszabb, kicsit ducibb úszó, mindegyik kicsit vastagabb antennával, hogy akár a kukoricát vagy a nagyobb csalódit is könnyedén elbírja. A következő általános kategória, azt talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy a folyóvízi, illetve a spitzbotos, bolonyai botos horgászathoz alkalmas úszó. Ebből is többfélét kínálunk az idei évtől. Van az úgynevezett fordított csepp alakú vagy répa alakú úszó. Egyszer, ez egy nagyon nagy kedvencem, hogy Brandenburgban is nagyon sokat használtuk ezt a formájú úszót, ugyanis könnyedén lehet vele dobni, és azáltal, hogy egy picit ugye szélesebb itt a felső része, hogy megtartjuk a bolonyai úszót, ugye nem ugrik ki annyira, hát nem látjuk emelős kapásnak ugye azt, amikor egy picit beletartunk a szerelékünkbe, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó forma, én úgy gondolom. Egy másik bolonyai botos úszó, ami egy picit nyújtottabb, rövidebb erős szára. Ezt akár mondjuk egy tavi horgászatkor is könnyedén lehet alkalmazni. Vastag, jól látható antennájával pedig a 20-30 méteres távolság sem akadály, hogy kapást észleljünk. És akkor most jön négy olyan úszó, így egybe is fogom meg, ami az általános horgászathoz fejlesztettük ki, illetve ajánljuk. Látszik is rajta, hogy egy nagyon-nagyon jól látható vastag antennájú úszó. Az egyik az egy tömör, antennás szinte egyben van a testtel, a másik pedig a 4,5 mm-es világító patront is bele tudjuk tenni, ugye akár egy éjszakai horgászatkor is tudjuk alkalmazni. Egy rendkívül masszív, erős üvegszálas úszóról van szó, úgyhogy a legextrémebb körülmények között is, akár mondjuk az valaki tökrevélbe horgászik, ott is rendkívül jól megállja a helyét. És akkor végére hagytam azokat az úszókat,
amik egy finomabb, vékonyabb zsinórhoz ajánlott, inkább a keszeges vonal felé megy el, versenykörülmények között is nagyon-nagyon sokszor szoktuk használni ezeket az úszókat, ugyanis a szára is vékony, könnyű fémszár, illetve könnyű karbonszálas úszók, és hát az antennál is látszik, hogy ugye a legvékonyabbakat tettük bele, hogy a legfinomabb kapások, ugye amikor már 18-as, 20-as horoggal horgászunk, akkor tényleg az úszó antennájáig van lesúlyozva ugye az úszó, hát ezt mondhatom úgy, hogy körülbelül ez a fél centinyi vastagság, illetve szélesség van ki ugye az úszóból. Ezt üvegantennával szoktuk ugye kiküszöbölni, hogy inkább üvegantennás úszót teszünk föl, mert az annyira érzékeny és súlyozhatatlan, hogy tényleg, hogyha már elmegy mellette a hal, akkor ugye akkor látjuk a kapást. Ezek az úszók ugye kezdődik a folyóvízi úszótól, ami egy kicsit ducibb, akkor van, aminek egy ilyen picit a nyaka ugye el van vékonyítva, ez arra jó, amikor áramlik egy kicsit a víz, de finoman eszik a hal, akkor ez a vékony nyakkal ugye nagyon jól lehet érzékelni az emelős kapást is, vagy ha éppen már csak hozzányúl a hal. És akkor ugye megyünk itt lefelé, ami egy kicsit ilyen olív alakú, illetve hát a legutolsó, amit két legutolsó, amit hagytam, az egyik az a spitzbotra, a ceruzaúszó, illetve egy rakósbotos, akár vízközti horgászathoz is ez a vékony kialakítású keszeges rócsúszó. Az idei évtől néhány praktikus kiegészítővel bővül a paletta, és itt most ugye kicsit visszatérve az úszókhoz, a nagyon hasznos és ugye fontos kelléke a fixúszós horgászatnak a szilikoncső, ami egészen a 0,3-as vastagságtól az 1,8-as vastagságig terjedő intervallumban van ugye ez a szilikoncső, úgyhogy egy vékony fémszáras úszót is, illetve egy vastag üvegszálas úszót is könnyedén megszerelhetünk ezekkel a termékekkel. A másik pedig ugye a Wegler úszós meccshorgászathoz egy praktikus fix úszó rögzítő, ami szintén idei évtől a Team Armix újdonságai között megtalálható. Az idei 2013-as év másik nagy újdonsága a fenekezős, metódmixes, féderes horgászathoz jellemző, illetve szükséges termékcsalád, a féder kosarak, illetve a metód kosarak, amik nagy örömömre úgy készültek el, ahogy azt én szerettem volna, ugyanis féderkosarat lehet kapni különböző méretekben, ugye 10-től egészen mondjuk ilyen 100 grammig, de viszont mindig nekem az volt a problémám, hogy ugye nem tudtam újjal belenyúlni a féderkosárba, mindig is kisméretű volt. És idei évtől a saját etetőkosaraink eléggé megnövelt ugye, térfogattal, vagyis hát felülettel rendelkeznek, úgyhogy ebbe könnyedén bele is tudunk nyúlni, meg hát ugye nagyobb mennyiségű etetőanyagot is be tudunk vele juttatni akár a vízbe. Amit itt most a kezemben fogok, ugye ez a sima szögletes féderkosár, ami egészen 10-től 130 g-ig jelenik majd meg a termékeink között, és mindegyik ezzel a megnövelt nagy mérettel, illetve a hálónak a szemcse mérete adja azt, hogy könnyedén kioldódik belőle majd az etetőanyag, nem tapad meg ugye a kosárban. Gyakori kérdés volt hozzám, amikor elmentünk ugye folyóvízre horgászni, és ugye sokan fédereznek, én bár általában egy bolonyai botozok, vagy rakós botozok ugye a dunai horgászatokkor, de nagyon sokan megkérdezik tőlem ugye a féderesek, hogy miért nincsen nagyobb kosár, ami ilyen 100 g környéki, és erre most ugye itt a válasz, ugyanis ezek a kosarak 50 g-tól egészen 130 g-ig ezt a nagy felületet viselik, és ugye az ólom mérete is egy picit szélesebb, és a hátulján vannak ezek a kis szegecsek, amik még jobban ugye megtartják a kosarat a folyásban, úgyhogy még stabilabb, és azáltal, hogy még sok etetőanyag is kerül belőle, még nehezebb, és jobban beláll majd a folyásban ez a kosár. Tavi horgászathoz ugyanebből a féder kosárból készült kerek változat is, ez is egészen a 10 g-tól a 40 g-ig ugyanezzel a megnövelt felülettel, illetve mondhatom úgy rosna mérettel kerül forgalomba. Ezeknek az etetőkosaraknak ugye a hálója ez a sima drót, és készültek azok a fajták, amik acélból készülnek, szóval egy elég masszív, kemény anyagból, folyóvízi horgászatkor ez még stabilabb, még nehezebb, még akár egy kő sem tud benne ugye kárt tenni, nem tudjuk összenyomni szinte ezt a kosarat. Ez inkább a folyóvízi horgászatokkor, de szintúgy készült belőle kerek, ami a tavi horgászatokkor tudunk használni. Az utóbbi években féderes horgászatban
sem ismerünk már határokat, ugyanis azért a 100 méter feletti dobásokhoz is fejlesztettek már ki ugye távdobó kosarakat, olmokat. Mi is az idei évtől a Method kárp kosárral egy olyan szériát nyitottunk meg ugye a féderes horgászatban, ami ezeket a távolságokat könnyedén el tudjuk vele érni. Ezekből a kosarakból az új Method Mix esetető anyagaink könnyedén ki tudnak oldódni, és ezáltal még gyorsabban érünk el kapásokat. Nos, nagyjából ennyi fért mai műsorunkban. Kis ízelítőként bemutattam ugye a Team Armix palettának egy kisebb részét, mondhatom így, hiszen ez a paletta szélesebb, amit majd akár a vízparton tudok bemutatni. És ugye majd az idő folyamán egy kisebb videókat is feltöltünk ezekről a termékekről. Következő műsorunkban találkozunk majd a vízparton, addig is viszontlátásra!